itt és ma, ezen az október 23-án arra az 59 évvel ezelőtti napra emlékezve, amikor a hiányt a magyar emberek tömegei, mosolyuk, erejük, egymásba fonódó karjuk, összeérő lódenkabátjuk, fényes tekintetük és elszánt, megalkuvást nem ismeretű akaratuk tömte be, méghozzá a szabadság iránti elnyomhatatlan vágyuk, az emlékük előtti tisztergés szavai mellett beszélnem kell a jelenről is, legalábbis érintenem kell. Nem szeretnék máshogyan tenni, hiszen ma ünnep van. Érintőlegesen ugyan, de beszélni kívánok a szabadság-bátorság párhuzamáról, a felelősség-kioktatás párhuzamáról, és az ebből következő, a megmérettetést elváró vállalás-cselekvés és a beszédelés párhuzamáról. Meggyőződésem, hogy a világ akkor halad előre, ha az ember a természet rendje szerint, attól nem teljesen egészében eltávolodva, ahogyan mostanában várnák tőle Európában, a szabadságot elsősorban nem csak a neki járó jogokkal egyenlíti ki, hanem a lehetőségekkel. Nem arról szól a beszéd, hogy mi jár nekem, hanem azt kérdezi, mit tehetek. Ez mindenképpen fontos volna, sokszor úgy hisszük, erre tanítjuk a gyerekeinket, erről beszélünk a velünk közösen küzdőkkel, aztán kiderül, hogy ez bizony nem így van. A családokban már kevesebb szó esik a feladatokról, és több az igényekről, a pártépítésben pedig több szó esik arról, hogy kinek mi járna az érdemei alapján, és kevesebb arról, hogy ki mit kíván tenni a közösségért, a szűkebb közösségért, akár az utcájában a lakó szomszédjáért. Általános jelenségről beszélek. Ha bekapcsoljuk a televíziót, ha megnézünk egy híradót, akkor azt látjuk, hogy kiszolgáltatott, megviselt, elgyötört, sokat szenvedett, üldözött embertömegekben is sokan vannak azok, akikben a követelés erősebb annál, ami Európát nagyjátette, ez pedig az én mit tehetek kérdésnek el nem felejtése. Európa és mi magunk is, hiszen a világ részei vagyunk, arra kényszerülünk, hogy újra értelmezzük a szabadság fogalmát, hogy föltegyünk olyan alapvető kérdéseket önmagunknak, amelyek például arról szólnak, meddig mehetek el más emberek vonatkozásában. Mit mutathat meg a szenvedésből a televízió, mit írhat le egy blogger, mit bír el a Facebook oldalnak nevezett vajdasági magyar kvázi üzenőfal. A kérdés nem az, hogy ez részei a szabadságnak. Mit gondolna a mindenről az a negyedmillió magyar, aki a szabadságban hitt és ezért hozott hazáját elhagyó áldozatot? Az, hogy ma mi a szabadság, naponta tapasztaljuk sértéseiben, tapintatlanságában, trágár voltában, az együttérzés hiányában, tragikus és soha nem feledhető történelmi bűnök példaként, összehasonlításként való emlegetésében. A kérdés az, hogy mikor lesz bátorság ahhoz, hogy elhalkuljon és önmagától kérdezzen az, aki most ujjával mutogat és számon kér. A felelősség kioktatás párhuzama a politika és civilek világa. Ami 1956-ban összehozta a nemzetet, az 2015-ben jobbára szétválasztja, és mégis összeköti e két társadalmi formációt. A politikusok vállalják a felelősséget. A civilek időnként szakértők, máskor politikai tanácsadók pedig ebből élnek. Szintén a politikából élnek, csak éppen minden felelősség nélkül. Mindezt nálam sokkal jobban leírta az egyik budapesti konzervatív hetilapban Emiratus ösztöndíj alapító tanárunk,
ismerve nézeteit meg is lepve picit, azonban megerősítve engem abban, hogy jó úton haladunk, amikor politikusként éppen attól az egytől nem menekülve, amitől a civilek menekülnek, a felelősségtől, programokat fogalmazunk meg, és azokat próbáljuk megvalósítani. Mindeközben elbírjuk a kritikát, még azt is, hogy a pártot, amit 8 éven át a tagsággal, de talán nem nélkülem juttattuk oda, ahol most van, szinte szeressék kritikusaink az eredményeivel együtt, csak engem tartsanak benne problémának és gondnak. A kérdés itt is az, hogy annak, aki most az ujjával mutogat, mikor jut ideje önmagától kérdezni. Azt mondták lassan 1 évvel ezelőtt, hogy a vajdasági magyar közéletben elfogyott a levegő, a szabadság. Hiány van a szabadságból. Megvallom önöknek, engem ez nagyon szíven ütött és megviselt. Én nem először mondok beszédet október 23-án, sokszor elmondtam, nekem ez a legkedvesebb, legszebb nemzeti ünnepem. Mindig úgy gondoltam erre a napra, mint a modern, szabad Magyarország megteremtésének kezdetére, mint arra, ami 1989-től útjának indult, és az elmúlt 5 évben valóban elkezdett lombosodni. Nekem a szabadság, az önkifejeződés hiányának a megszüntetése 1956. október 23-a. Éppen ezért nehezen veszem. Ha minden attribútum hiányában meghatározó közéleti pozíciókat évtizedeken át betöltő emberek azt mondják, elfogyott a levegő, a szabadság. Ez azért történhetett meg, mert nem tudtunk közösen tenni érte. Ami engem illet, én politikus vagyok, nem csak a felelősséget vállalom, hanem meg is méretem magam, ahogyan az idén áprilisban is és később is tettem, ahogyan azóta minden községi, városi és körzeti szervezetünk megtette tisztújításokkal. Azt kell mondanom, és büszkeséggel tölt el, hogy mivel ez a folyamat éppen most zárult le, ma is innen mondhatom el önöknek, erősebbek vagyunk, mint voltunk, a VMS-es politikusokban bíznak a vajdasági magyar emberek, a helyi szervezettől a parlamentig, amit én egyrészt megköszönök, másrészt pedig kötelezettségnek tekintek. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal is, hogy az előttünk álló választásokon gyengülhetünk, mert úgy vélem, különösen Szabadkán, egyesek, akik oly nagy gonddal ügyelnek alakjukra, mégis azt gondolják, akkor a fenekük, hogy egyszerre 2 széken ülhetnek, arra készülve, hogy irigységből, gyűlölködésből, sértődöttségből kárt okozva önmagukat mindenki és minden fölé helyezve megosszák a magyar szavazatokat. Biztos vagyok abban, hogy ezzel is meg fogunk birkózni, hiszen a szabadság része a különbözőség, a számonkérés és az ujjal mutogatás is. Talán még az árulás is, amire az elmúlt 1 évben úgy az anyaországban, mint nálunk idehaza is akadt példa szép számban. Mindez belefér. Ha ezt nem így gondolnánk, akkor nem lehetnénk méltók 1956 szelleméhez. És annál rosszabb nem történhetne velünk. Egyetlen dolog azonban semmiképpen sem fér bele a szabadság szellemének sokféleségét hirdető mondatba, elvekbe és magatartásba, legalábbis ami azokat a politikai pártokat illeti, ahová a Vajdasági Magyar Szövetség is tartozik. Engem ebben erősített meg a tegnap zárult madridi néppárti konferencia. Nem fér bele a politikai elvek és azoknak az alapját jelentő értékrendek feladása és felvizezése. Semmiféle esetleges, rövidtávú presztízsvesztés, népszerűségcsökkenés ezt nem indokolja. Tehát mi, VMS-esek továbbra is határozottan meg fogjuk jelölni a VMS politikáját, azért fogunk tenni, disztingválva és teljesítményorientáltan. Hosszú távon ez fogja a közösség érdekét szolgálni, amint a Vajdasági Magyar Szövetség érdekét is.